Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Jelics Fanni vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Testületi ülés. Megválasztották a humán, illetve a pénzügyi bizottság tagjait. A Bátaszéki Gondozási Központ tanácsa. Figyeljünk a környezetünkben élőkre. Emléktáblaavatás. A tolnai vitézek előtt tisztelegnek. Őrtüzek gyúltak a Székely autonómiáért. Tevelen és Dombóváron is tisztelegtek. Megtartotta ülését a Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete, ahol több fontos döntés is született. A napi rendek között szerepel többek között az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, valamint a civil tanácsok megválasztása. Dombóvár város önkormányzata megválasztotta az alpolgármestert, és megalakították a bizottságokat. Múlt heti alakülés után, ami egy ünnepélyes volt, csak hiszen a képviselők letették az esküjüket, mind a három nemzetiségi önkormányzat és Dombóvár város képviselő is, döntöttünk úgy, hogy ma folytatjuk tovább a munkát. Sajnos egy váratlan tragikus esemény közbeszólt egy picikét, amit azt gondolom, hogy megemlékeztünk róla, de hát majdnem azt mondtam, hogy méltó módon, hát nem lehet méltó módon, hiszen ez egy tragédia. Mindezek ellenére elkezdtük a munkát, és nyilván ez a hangulat azért rányult a bélyegét az egész testület ülésre. Ma megválasztottuk az alpolgármestert Nagy Roland személyébe, felállt a pénzügyi és a humán bizottság is, civil tanácsnokot választottunk. A polgármester hozzátette, kiemelt téma volt a Szent Lukács kórház helyzete is. Az intézmény működési nehézségei miatt az önkormányzat együttműködést keres, hogy a kórház továbbra is megfelelő színvonalon tudja ellátni a betegeket. Természetesen fontos napirendi pont volt, hogy megyei kórházigazgató úr Kis Zoltán úr itt járt körünkbe, és egy szóbeli tájékoztatást tartott a jelenlegi állapotokra, a jövőbeli elképzelésekről. Nagyon sok ember tart izgalomban a leállított SZTK épületének a felújítása, amikor folytatódik. Azt gondolom, hogy erről is kaptunk egy tömör összefoglalót. Nyilván azt gondolom, hogy szörnyű, hogy a megoldás nem látszik, hiszen egy jogi per patvar lett ebből. Ide jött a vállalkozó, elkezdte, december 31-ig nem fejezte be, silány minőségben végezte a munkáját. Tehát nyilván azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatás bugyraiba jó néhány évig el lesz a kórház. De nekünk ezen túl kell lépnünk, és azt a megoldást kell keresnünk, hogy milyen forrásban és mikor tudjuk befejezni ezt a beruházást. Több határozatot is elfogadtak, melyek célja a város költséghatékony és fenntartható működése. A döntések kihatással lesznek a helyi közösség mindennapi életére, és remélhetőleg hozzájárulnak a dombóváriak elégedettségének növeléséhez is. A Bátaszéki Gondozási Központ felhívja a helyiek figyelmét arra, hogy ha környezetükben krízishelyzetet észlelnek, ne habozzanak jelezni azt a segítő beavatkozó szerveknek. Sajnos évről évre egyre több a kríziseset, társadalmi érdek, hogy ezeknek a száma csökkenjen. A központ egy észlelő és jelző rendszert működtet, amelyben az ahhoz kapcsolódó intézmények dolgozói vannak benne. Ők fogadják a jelzéseket. Iskola, óvoda, bölcsöde, házi orvosok, a gyermekorvos, és havonta össze is szoktunk ülni. Nagyon fontos, hogy ugye ezek az információk mi hamarabb eljussanak hozzánk. Ez érkezhet jelzőrendszeri tag által is, illetve érkezhet magától a személytől is. Az, hogy mit nevezünk krízisnek, hát az azért az is egy elég összetett dolog, ugyanis mindenkinél mást jelent, de átfogóan talán azt lehetne mondani, hogy egy olyan élethelyzet, ami veszélybe sodorja akár az egyén, akár mondjuk a gyermeknek az életét vagy az élethelyzetét, és egy azonnali beavatkozást igényel. Egyre sűrűbben észlelnek eseteket a központban. 5-6-7-8 krízis esetünk is lehet egyébként egy évben. A korábbi évekhez képest azért szerintem kimagasló, minden évben egyébként egyre magasabb. Jelezhetnek egyébként telefonon, írásban, vagy pedig szóban is nekünk. Az a lényeg, hogy mérlegelés nélkül tegyék, ugyanis a gyermekveszélyeztetést ugye egy jelzőrendszeri tagnak, de akár egy állampolgárnak is nem kell mérlegelnie, hogy ez valóban az-e, jelezni kell, és majd az illetékes szervek ugye kivizsgálják, hogy ez valóban az volt-e.
Ezen felül a szervezet folyamatosan gyűjt a rászoruló családoknak. Igyekeznek minél több adományt fogadni. Állandóan készen állnak arra is, hogyha hirtelen kell a segítség, tudjanak élelmiszert vagy ruhát adni a nélkülözőknek. Mi reggel 8:30-tól délután 4-ig, illetve pénteken 8:30-tól 14:30-ig itt vagyunk a gondozási központban, és bárki egyébként hozhat be hozzánk jó állapotú, tiszta ruhákat, illetve élelmiszert, vagy akár csetrest is, és a kollégák átveszik, vagy célirányosan valaki felé ugye közvetítjük, vagy pedig van fent az emeleten egy ilyen kis raktárunk, ahova el tudjuk azokat rakni, és akár egy bőrze alkalmával ugye össze tudjuk gyűjteni, és akkor viszont a szélesebb tömeg ki tudjuk ezeket osztani. A központ azt tanácsolja, ha krízis helyzetet tapasztalunk, ne tétovázzunk, hiszen fontos, hogy az érintett személy mielőbb megkaphassa a megfelelő segítséget. Minden perc számít. Így fogták el a rendőrök az otthonában azt a 24 éves faddi férfit, aki hónapok óta drogot árulhatott. A férfinál már korábban is találtak fehér, porszerű anyagot és drogcsomagolásához használatos tárgyakat. Eljárás indult ellenem, majd később körvonalozódott, hogy a férfi nem csak fogyasztotta az új pszichoaktív anyagot, hanem hónapok óta árusította is. A rendőrök most házkutatást tartottak, mely során 20-30 adagnyi pszichoaktív anyagot, valamint a fogyasztásukhoz és a csomagoláshoz szükséges eszközöket foglaltak le. A Szekszárdi Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén 7 napirendi pontot vitattak meg. Gréci félegyházi gyöngyvér a megtárgyalt napirendi pontok közül kiemelte a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot, mely hátrányos helyzetű diákok tanulmányait támogatja. Ez a felsőoktatási intézményben tanuló rászoruló diákok megsegítésére vonatkozó pályázat, amihez az önkormányzatoknak egyenként kell csatlakozni. Döntöttünk még szociális rászorultságtól függő ellátások folyósításáról, illetve azok elutasításáról. Sajnos itt a rendelet kereteket ad, úgyhogy ennek megfelelően kellett döntenünk. 2027-től egy francia cég a Framatom is szállít üzemanyagot, azaz fűtőelemet a paksi atomerőműbe. A két társaság között pénteken létrejött szerződésről Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára számolt be. A megállapodás lehetővé teszi a paksi atomerőmű hosszú távú, megbízható ellátását nukleáris fűtőanyaggal, és biztosítja Magyarország nukleáris üzemanyag beszerzésének diversifikációját. Steiner Attila kiemelte, a kormány célja, hogy további 20 évvel hosszabbítsák meg az erőmű élettartamát. Hétfőn ülésezett a Szekszárdi Önkormányzat közgyűlésének gazdasági és pénzügyi, illetve ifjúsági, sport és köznevelési bizottsága. A gazdasági és pénzügyi bizottságot az új ciklusban Szollár Zoltán, míg az ifjúsági, sport és köznevelési bizottságot Böröc Máté vezeti. A bizottságok elnök helyetteseket választottak, majd többek között ingatlan vásárlásról és a szekszárdi óvoda, bölcsöde és mini bölcsödéről tárgyaltak. Az ülésekről készült bővebb anyagainkat keddi és szerdai híradónkban tekinthetik meg. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület és Tolna Város együttműködésének köszönhetően emléktáblát avattak a Szent István Katolikus Gimnáziumnál. A település egykori vitézeinek tiszteletére került a tábla az intézmény falára. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Különleges alkalomból avattak emléktáblát Tolnán. Tisztelektek a majd 100 évvel ezelőtt élt vitézek előtt. A Tolna megyei Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek a szervezetének a meghívására érkeztünk erre a rendezvényre. Az 1920 és 1938 közötti tolnai vitézek emlékére egy táblát fogunk felavatni. Ezen a szép patinás épületen, amelyik honvéd laktanyaként működött régen, jelen pillanatban oktatási intézmény. De mit is jelent ez a vitéz szó, és mit mutat ez a mai társadalomnak? Ez a vitéz szó a magyarban nagyon nagy töltöttséggel bír. Egy olyan katonára
illik a vitéz szó, aki vitézül megharcolta a maga csatáját, harcát, és kiérdemelte azt, hogy a katona mellett vitéz katonaként is méltassák. Hát ennek nagyobb tartalma van talán ennek a szónak, mint amit naponta elmondunk. 11 név került fel a táblára. Annak idején csak azok kaphattak ilyen rangot, akik ehhez méltó életet éltek, így ez egy hatalmas elismeréssé vált. Fedhetetlen előéletűek, erkölcsösek, testben, lélekben egészségesek, és lélekben ízig-vérig magyar érzelműek. A leleplezést követően Sipos Judit Éva református lelkész áldást mondott. Nagy Norbert, a tolnai plébánia vezetője pedig megszentelte a táblát. Hétfőn elindult a nemzeti konzultáció. A magyar kormány kérdőívében a kitöltők többek gazdasági semlegességről, lakhatásról, családtámogatásról, béremelésről és a migrációról szóló kérdésekre adhatnak válaszokat. A kérdőíveket december 20-áig lehet visszaküldeni. Hídvégi Balázs, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára ismertette. Nem fognak december 20-áig várni az első visszaérkezett borítékok kinyitásával, folyamatosan nézni fogják, milyen vélemény körvonalozódik az emberek részéről, mert zajlanak az egyeztetések ezekről a kérdésekről, zajlik a jövő évi költségvetés tárgyalása. 4 bronzérmet szereztek a szekszárdi Muay Thai Sportegyesület harcosai az Iska Muay Thai világbajnokságon Ausztriában, Bécsben. Az osztrák viadalon dobogóra állhatott Müller Gergő, Szőke Róbert és Balassa Nikolett is. Müller Gergő és Balassa Nikolett legutóbb szeptemberben is eredményesek tudtak lenni, akkor Baján és Budapesten szereztek bajnoki öveket. Őrtüzek gyúltak a székely autonómiáért. Országszerte, illetve Erdély bizonyos területein ez már hagyománnyá vált minden évben, hogy tisztelegnek a székely szabadság iránti törekvés előtt. Így történt ez Tevelen és Dombóváron is. Azok az őrlángok, amelyek... Országszerte őrtüzet gyújtottak a székely autonómiáért. Tevelen és Dombóváron is tisztelegtek az összegyűltek. Ezt mindig október utolsó vasárnapján rendezik. Szívben, lélekben együtt vagyunk a Székely Hontban lévők mellett, és természetesen szurkolunk nekik, hogy sikerüljön meg őrizni az identitásukat és a függetlenségüket minden téren, a magyar nyelvüket, és hogy igazi magyarként tudjanak ők is a hazájukban megélni. Nagyon fontos nemzetségben, egységben gondolkodni. Megmaradjunk székelyek is, és ott, ahova minket a teremtő helyezett, akár Székelyföldre, akár azok, akik elkerültünk onnan, más helyeken megálljuk a helyünket, és a nemzet építő, gyarapító feladatunkat ellássuk. Erre biztatjuk, bátorítjuk egymást ezen a napon. A Székely Nemzeti Tanáccsal egyességet kötött 2011-ben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, mely a következő volt. Ezentúl szorosabbra fűzzük a kulturális viszonyt egymás között, és hogy egymás kulturális rendezvényein részt veszünk. Azóta egyre több és több helyen gyúlnak meg az őrtüzek október utolsó hétvégéjén. Tevelem most már több alkalommal is itt voltam ezen az őrtűzgyújtáson, és ez alkalommal is nagyon-nagyon szívesen jöttem. A mindennapukat most már átszötte a Székelyföldhöz való ragaszkodás. Megmutatjuk Dombóváron, hogyan zajlott az esemény. Nagy örömömre szolgál, hogy nem csak a dombovári székelykör tagjai, hanem nagyon sokan olyanok, akik nem székelyek, de fontosnak tartják ezt a támogatást, itt vannak velünk. Mi úgy készültünk, hogy egy kis sütit sütöttünk, meg zakuszkás kenyérrel kínáljuk meg egy kis pálinkával a vendégeket. Ez a mi kis meglepetésünk a számukra. Mindig örülnek a találkozásoknak. Örvendünk, hogy ilyen alkalmakkor újra találkozhatunk, nem csak a helyi székelykörrel, de a környékbeli bukovinai székelyekkel is, akikkel elég szoros kapcsolatot ápolunk évek óta. A hagyományok ápolása és őrzése, valamint az összetartozás mindenki számára meghatározó. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Segítik az innovatív vállalkozásokat pályázati forrással.
fórum a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Fenntarthatóság, divat, szemléletváltás. Csökkentenék a ruhaipar okozta természeti károkat. Gasztrotalálkozó, összehozták a somogyi termelőket és vendéglátóhelyeket Kaposváron. Innováció a KKV szektorban. Ezzel a címmel tartottak fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az eseményen elhangzott cél, hogy hazánk a világ élvonalába kerüljön az innovatív vállalkozások versenyében 2040-re. Most olyan pályázati lehetőség nyílik meg előttük, ami a cégek hatékonyabb, versenyképesebb működését segíti. Miért kell és hogyan kell segíteni a magyar kis- és középvállalkozói szektort, hogy minél innovatívabb legyen, ezzel pedig a versenyképességüket, gazdasági teljesítményüket növelni. Erről tartottak fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az a célunk, hogy a magyar tulajdonú vállalatok erősödjenek meg, és az általuk előállított GDP tudja növelni az ország teljesítményét, és ennek érdekében támogatjuk a KKV-kat. Az innováció számunkra ugye mindenre a megoldás az innováció. Ez az ábra azt mutatja be, hogy miért is kell az innovációt támogatni. Két időszak van egy vállalat életében, amikor magas hozzáadott értéket termel, az egyik, amikor kutatásfejlesztéssel, innovációval foglalkozik, a másik pedig az értékesítés pillanatában, tehát amikor befolyik hozzá a pénz. A főosztályvezető elmondta azt is, hogy 2040-re szeretnék, ha a magyar cégek a világ innovatív társaságainak élvonalába tartoznának. Ezt segítheti a KKV-knál egy októberben indult pályázati lehetőség is. Ez azt jelenti, hogy ha eddig mondjuk csinált a cég valamit jobbról balra, és most balról jobbra csinálja, és azzal 10%-a jobb lesz a termelékenysége, akkor az innovációnak minősül, és ilyen projekteket tudnak kis túlzással támogatni. Nyilván ennél komolyabb fejlesztésekről van szó a legtöbb cégnél. Ebben a formában tehát nem a termék fejlesztésére, az új megoldások, találmányok beépítésére adnak forrást. Ez most egy ilyen szempontból teljesen új szemléletmód, hogy ne az legyen, hogy most megint egy új terméket vagy szolgáltást kell kitalálni, hanem a meglévő folyamatokat kell finomhangolni, javítani, és így kell termelékenység növekedést elérni. Herpály István azt mondja, a vállalkozások sokat küzdenek azzal, hogy a belső termelési folyamataikat, feltételeiket a leghatékonyabban tudják kialakítani. Azt látjuk, hogy a KKV-szektor azért elég erős kihívásokkal küzd ezen a téren. Ugye ez kifejezetten egyébként is az 50 fő alatti cégeknek szól ez a pályázat, és azt látjuk, hogy náluk van a legtöbb ilyen kihívás, amikor a 20-30 fős cégeknél, amikor optimalizálni kellene a folyamatokat, digitalizálni kellene, és ebben elég erősen maradás van, és ez nagy segítség az, hogyha van hozzá pályázati forrás. Az elnyert pénzből a termelési folyamat korszerűsítése, a digitalizáció erősítése fedezhető például. Tehát ebből a termelésreintási rendszereket, ERP rendszereket lehet bevezetni ebből a pályázatból, és ez azért is jó, mert ugye most mindenki AI lázban ég, és mindenki mesterséges intelligenciát szeretne, de az a spirálfüzeten nehezen fut el, úgyhogy jó, hogyha van valamilyen számítógépes háttér mögötte. A támogatás összege minimálisan 20 millió, maximálisan 50 millió forint lehet. Az önrész 50% vagy 30% ebben a pályázatban. A támogatás egyébként vissza nem térítendő. Újra gondolt régi ruhadarabok, divatossá tett farmerek, új szemlélet kialakítása. Ezt szeretnék elérni fiatal vállalkozók Pécsen. A textilipar az egyik legszennyezőbb ágazat a földön, a farmergyártás például nagy mértékben árasztja el a természetes vizeket vegyszerekkel. Ezért új szemléletet kell kialakítani a vásárlásban, a divatiparban az ötletgazdák szerint. Régi farmer kabát kerül a próba babára, majd új díszeket, feliratokat, kiegészítőket varnak ezekre a ruhadarabokra. Pécsen a Király utcai K20 elnevezésű üzlethelyiség ad otthont egy új kezdeményezésnek. A textilipar óriási szennyező a világban. Ez indította el a vállalkozást, hogy egy új szemléletet alakítson ki. A világ egyik legnagyobb vízpazarlója és hulladéktermelője. Az olcsó divat, a gyors divat hegyeket mozgat, sajnos hulladékhegyeket. A textil hulladék pedig évtizedekig szennyezi a környezetet, miközben a termeléssel rengeteg káros anyag kerül be a levegőbe és a vizeinkbe. Az újrahasznosítással tulajdonképpen a divat jövője az egyediségben rejlik, így most újrahasznosítani menő,
és trendi. Ha a vásárlók felismerik, hogy egy régi ruha nem a múlt, hanem a lehetőség, akkor a trendek is változnak, és ezt mi ezt folyamatosan követjük. Erdősi Petra azt mondja, jók a tapasztalataik. A workshopjaikon szívesen vesznek részt a nők, ahol varnak, illetve átalakítanak régebbi ruhadarabokat. Szeretik újrahasznosítani a dolgokat, mert úgy érzik, hogy tesznek valamit a bolygó érdekében. Mi is pontosan egyébként ezt tesszük, olyan darabokat kínálunk, amelynek történeteik miatt különlegesek, mégis abszolút modernek és stílusosak. Az új szemlélet kialakítása a fenntartható divat megteremtése mellett közösségépítést is végeznek a foglalkozásaikon. A visszajelzések szerint egyébként inspiráljuk őket, hogy fenntartható és tudatos, inspiráljuk őket a fenntartható és tudatos életmódra. Így a workshopjaink egyébként nem csak az alkotásról szólnak, hanem arról is, hogy közösséget építünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, eszmecserészhetünk, és jól érezhetjük magunkat. Az Erdősi Petra nevével filmjelzett Vintage Butik Édeslányom kávéháza november 25-ig látogatható a K20-ban, amit az önkormányzat biztosít vállalkozás ösztönző programja keretében. Itt prémium, vintage és kortárs használt ruhákat, valamint kiegészítőket kínálnak, illetve szakmai workshopban mutatják be, miként is élethetnek újra ezek a holmik egy közösségi térben. A Design Pécs egyik helyszíne volt októberben a butik. Lekvárokat, savanyúságokat, húskészítményeket és borokat is bemutattak a dél-balatoni termelők, borászatok a Finofood gasztrotékában az idei kaposvári gasztrotalin. A szervezők célja az volt, hogy lehetőséget biztosítsanak a találkozásokra a termelőknek és a vendéglátóknak annak érdekében, hogy az éttermek minél több helyi vagy környékbeli terméket ismerhessenek meg. Több mint 10 kiállító mutatkozott be és mutatta be gasztro termékeit Kaposváron. A programot az iFood Cluster, a Somogyi Helyi Termék Egyesület és a Kislépték Egyesület közösen szervezte meg azért, hogy a vendéglátók is megismerhessék azokat a somogyi ízeket, amelyek akár az étlapjukra is kerülhetnek. A termelőknek ez egy elég erős bevételi forrást jelenthet. Aki még nem rendelkezik ilyen beszállítói kapcsolatokkal, azoknál egy erős lábat képezhet akár a jövőben. Én ugye saját tapasztalatból tudom mondani, hogy én azért az értékesítésem javarészét vendéglátó helyek felé bonyolítom. Mások van terméktípustól függően inkább a piacokon, rendezvényhelyszíneken értékes többet, de általában közülük is vannak, akik nagyon sokan egyben vendéglátóipari beszállítók is. Szeptemberben az Ízek Borok Találkozások elnevezésű borvacsorákon már dolgoztak somogyi termékekkel a vendéglátóhelyek. Arra egy nagyon jó lehetőség, hogy megismerjük ezeket a termékeket, illetve nem csak mi, hanem a nálunk érkező vendégek is. Ha nem is állandó étlapra, de rendezvényekhez, borvacsorákhoz kiváló lehetőség, hogy az ízeket kicsit feldobjuk az ételeinknek, az ízeit. A borvacsorák is jó lehetőséget biztosítottak a helyi ízek megismerésére. A szervezők célja, hogy hosszabb távon is együtt tudjanak működni a termelők, a borászatok az éttermekkel. Megmutatta a borvacsora is azt, hogy a kicsik és a nagyok, mert a kis termelők és a nagy élelmiszerüzemek pont jól megférnek egymás mellett egy vacsoraasztalnál, kiegészítve a somogyi borokkal. Úgyhogy ennek egy következő alkalma, ez a gasztrotali, ahol nem a nagy közönségnek, hanem az éttermeknek és egymásnak mutatjuk meg a portékáinkat azért, hogy Somogy megye Kaposvár éttermeiben lehetőség szerint somogyi termékek legyenek az asztalon. Az őszi borvacsorák sikerét látva a tervek szerint tavasszal ismét megszervezik a kaposvári éttermekben somogyi termelők és borászatok részvételével az Ízek Borok Találkozások elnevezésű gasztroprogramot. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Testületi ülés. Megválasztották a humán, illetve a pénzügyi bizottság tagjait. A Bátaszéki Gondozási Központ tanácsa. Figyeljünk a környezetünkben élőkre. Emléktáblaavatás. A tolnai vitézek előtt tisztelegnek. Őrtüzek gyúltak a Székely autonómiáért. Tevelen és Dombóváron is tisztelegtek.
Kedden szélcsendes idő lesz jellemző. Napközben várhatóan megszűnik a párásság, és a réteg felhőzet is többségében elvékonyodik, így szűrt napsütéses idő tud kialakulni. Éjszaka foltokban sűrűbb köd is előfordulhat, melyben ködszitálással is számolni kell. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!